Ebben a videóban arról fogunk beszélni, hogyan rendezzük el praktikusan könyveinket a polcunkon. Gondolkodtál már azon, miért fontos a betűrend és a betűrendbe sorolás? Ha nem ismernénk a betűrendet, sokkal kevésbé lenne izgalmas országvárost játszani. Nem értenénk a helyünk az osztálynév sorában. A könyvtár egy kiismerhetetlen birodalom lenne számunkra. Esetenként nem tudnánk követni bizonyos utasításokat. Nézzünk egy hétköznapi esetet. Sára azon töpreng, hogyan rendezzel a könyveit a polcain. Szín vagy betűrend szerint. Te hogy rendeznéd el? Némi töprengés után a betűrend mellett dönt. Ám hogyan is kell azt csinálni? Ebben lesz segítségünkre a Magyar Helyesírás Szabályai 12. kiadása. A szabályzat szerint előbb a magyar ABC-vel kell Sárának és nekünk megismerkednünk, illetve annak az idegen betűkkel kiegészített változatával. Itt láthatjátok az utóbbit. A szabályzatból megtudhattuk, hogy a betűrendbe sorolás az az eljárás, mellyel szavakat, szókapcsolatokat általában a magyar ABC szerint sorrendbe szedünk. Lássunk hát munkához! Te hogyan állítanád betűrendi sorrendbe ezeket a könyveket? A helyesírási szabályzat szerint a különböző betűvel kezdődő szavakat az első betűk ABC-beli helye szerint állítjuk rendbe. Ezért az első könyv, Ábel a rengetegben. Május 35, követi őt Süsi a sárkány, égül szegény Johnny és Árnika. Fejtörést okoz Sárának, hogy mindkét könyv ugyanazzal a betűvel kezdődik. Mi legyen hát? A szabályzat szerint ez a helyes sorrend. Rájöttél, mi lehet a szabály? Ha a szavak kezdőbetűi azonosak, akkor a sorrendet az első nem azonos betű ABC-beli helye határozza meg. Azt hihetnénk, ugyanolyan helyzettel állunk szemben, mint az előbb. Ám ha alaposan megvizsgáljuk a címeket, láthatjuk, hogy nem teljesen. Vajon különbséget teszünk a kis és nagy T között? A megoldás szerint nem teszünk különbséget. A tájtos kecske kerül fel előbb a polcra, őt követi a Tisza című könyv. Az A, illetve az I betűket kell összevetnünk. Mikor Sára azt hitte, már minden tud a betűrendben sorolásról, egy újabb kihívás elé nézett. Egyszerűnek tűnhet a megoldás ránézésre, hiszen az eddigi szabályok szerint a helyes sorrend egyértelműen ez lenne. De valamiért mégsem ez lesz, hanem ez itt. Mit gondoltok, mi alapján az utolsó a helyes sorrend? Mi lehet a szabály? Nem teszünk különbséget a magánhangzók rövid, hosszú párjai között. Íme a könyvek betűrend szerinti elrendezése. Néhány tipp. Állítsátok betűrendi sorrendbe szerző vagy cím alapján a kedvenc könyveiteket, készítsetek osztálynévsort, keresztneveitek vagy kedvenc humoros beceneiteitek alapján. Megjegyezném, hogy a könyvtárban általában szerző szerint állítjuk betűrendbe őket, ám a saját könyveiteket címek szerint is elrendezhetitek. Kívánok nektek jó munkát a feladatok teljesítéséhez!